Nyíregyházán működik az ország első digitális közösségi alkotóműhelye. A szakképzésben tanuló diákok gyakorlati tudásukat egy modern eszközökkel felszerelt 300 négyzetméteres épületben fejleszthetik. Diákok dolgoznak az Ibrányi T-Fork Trans Kft-nél. A vállalat évekkel ezelőtt felismerte, hogy a szakemberhiányt úgy lehet megoldani, ha gyakorlati helyként ők maguk nevelik ki az utánpótlást. 4 éve indult a kezdeményezés, jelenleg 90 diák tanul náluk. Azok, akik végül nem a telephelyen maradnak, legtöbbször Győrben vagy Kecskeméten helyezkednek el. Ez is bizonyítja a színvonalas képzést. De szakember hiánnyal küzd még például a Tiszalöki Hot & Cold Therm Kft. És a Balkányi Steel Building Kft. Is. A vállalatok vezetői a Nyíregyházi Szakképzési Centrum műhely napján mutatkoztak be a diákoknak. A rendezvény helyszínét a tavaly novemberben átadott digitális közösségi alkotóműhely biztosította. A több mint 500 millió forintból kialakított 300 négyzetméter alapterületű épületben a szakképzésben tanuló szinte minden diák fejlődhet. A közösségi térben 3D nyomtató működik, programozható robotokat használnak a tanulók, de varró és fa megmunkáló műhelyet is kialakítottak, valamint a drón használatot is elsajátíthatják az érdeklődők. A digitális közösségi műhely nemrégiben egy hegesztő szimulátort is beszerzett. Ez egy Apollo-típusú eszköz, amit egy magyar származású fizikus spanyol szakemberekkel együtt készített. Nagyon örülünk, hogy 2 hónapja használhatjuk ezt a szoftvert a hegesztő, illetve más rokon szakmákban. A szimulátor nagy előnye, hogy a diákok láthatják a fejlődésüket, hiszen a laptopon mentjük az elkészült varatokat, porozitásvizsgálatot, varathibákat tudunk elemezni, illetve a hegesztés az 3D-ben zajlik, tehát a diák pontosan látja, hogy mit csinál jól, vagy mit csinál kevésbé jól. Köszöntöm a stúdióban Dancsiskóné Bakos Katalin projektmenedzsert és Zsigó Zsolt szakmai vezetőt. Jó estét kívánok! Kezdjük talán a projekt háttérrel. Hogyan létesülhetett egyáltalán ez a digitális alkotóműhely, és hogyan sikerült ezt elsőként az országban Nyíregyházán megvalósítani? Ez a digitális közösségi alkotóműhely egy GINOP 623-as projekt része. A projekt 512 millió forint támogatást kapott az irányító hatóságtól, ami Európai Uniós és hazai forrást egyaránt magába foglal. A digitális közösségi alkotóműhely kialakításánál és tervezésénél is már a centrumban kiváló szakemberek álltak rendelkezésünkre. Már korábban elkezdődött ez a gondolatmenet építése. Nem csak a digitális közösségi alkotóműhely, hanem a hozzá kapcsolódó pedagógus továbbképzések és a tanulók felzárkóztatása is zajlik ezen projekt keretén belül. Milyen előkészítő munka előzte meg? Az előkészítés során igyekeztünk tájékozódni, milyen lehetőségek vannak, és ebbe kapcsolódott be Zsigó Zsolt tanár úr is, aki a szakmai vezetője jelenleg ennek a digitális közösségi alkotóműhelynek. Ellátogattunk Budapestre, a Grundra, ahol láttunk egy hasonló műhelyt, ahol az alapokat megteremtették. Ezt a látogatást egyébként Gurbáné Pap Mária főigazgatóasszonnyal tettük, aki azonnal elkötelezett támogatója lett ennek a műhelynek, és annak, hogy ezzel segítsük a tanulóink felzárkózását, illetve az új szakmák megismerését. Már a bejátszásban is kiderült, hogy itt több cég, illetve több képzőközpont, illetve képzési hely közös gondolkodása történt. Igen, maga a műhely alapvetően a 10 tagintézményünk tanulói számára jött létre, de folyamatosan bővítjük a kört, akik ide látogathatnak. A cégeket meghívjuk, témanapok kereteiben mutatkoznak be tanulóinknak és az érdeklődőknek, illetve terveink között vannak nyári táborok szervezései, és az, hogy a város érdeklődő lakosságának is megnyissuk ezt a műhelyt. Miért pont a Veselényi lett a befutó?
Itt igazából maga a digitális közösségi alkotóműhely az a szakképzési centrumé. A helyszín van a Veselényi udvarán. Ott állt rendelkezésünkre egy olyan csarnok, ahol ki tudtuk alakítani egy nagyobb térben, mint elhangzott a bejátszásban, ez 300 négyzetméternyi terület, ahová be tudtuk vinni az eszközöket, és tudjuk folyamatosan bővíteni. Tehát a Veselényi csak egy tagintézményünk, és nem csak egy tagintézményünk, akik együttműködnek velünk, a helyszín a Dugonics utca, ahol egyébként a Szakképzési Centrum központi munkaszervezete is dolgozik. Ahogy itt az előbb is elhangzott, itt egy több éven át tartó, szinte párhuzamosan, de egyforma vagy hasonló gondolkodás történt. Mi volt az, ami abba az irányba indította ezt a gondolkodást, hogy itt valami teljesen új dolgot kellene létrehozni a szakképzésben? Tehát a tapasztalatok, elég sok nemzetközi projektben vettünk részt, és ott már látszottak ezek a jelek, hogy feszegetik a hagyományos pedagógia határait, és ugyan hazánkban a digitális pedagógia már nem számít szitokszónak, tehát már egyre inkább elfogadottá válik. Most megjelent ez az új paradigma, amit alkotópedagógiának szoktunk magyarul nevezni. Illetve az élmény alapú oktatás. Hát a kettő az akár ugyanaz is lehet, itt az alkotáson van a hangsúly, és szerintem az élménypedagógián ott még megtartják a tantárgyakat, itt viszont már az a tantárgyköziség az, ami jellemzi ezt, amit a finn iskolákról hallunk, hogy eltűnnek a maguk a tantárgyak, és van egy téma, egy feladat, amin dolgozunk. Mennyire fogékonyak erre? Azt gondolom, hogy a diákok igen, hiszen ők szinte beleszületnek ebbe a digitális világba, és az életük része mindenféle ilyen elektronikus kütyű. A pedagógusokat, az oktatókat hogyan lehet ebbe az irányba átvinni? Talán ez az egyik legnehezebb része. A feladatnak vannak, akik maguktól felismerik, hogy muszáj a digitalizációnak ezt a szegmensét is csinálni. Vannak, akiket viszonylag könnyű meggyőzni, és szerintem olyanok is vannak, akiket nem is lehet meggyőzni már ezzel. Ugyanakkor azok, akik a szakképzés kimenetelét igénybe veszik, magyarul a cégek, akiknek szükségük van jól képzett szakemberekre, ők viszont nagyon is érzik ennek az igényét. Igen, bár ott is azért szerintem kettős a kimenetnél is, mert vannak, akik ilyen hagyományos szakmákban dolgozó szakembereket szeretnének, de azért ők is látják a digitalizáció megjelenését minden egyes szakmában. Tehát a leghagyományosabb szakmákat is áthatja most már a digitalizáció. Hát azok, akik gépekkel dolgoznak, azok mindenképpen, akár a mezőgazdaságban, akár iparban. Ugye például az esztergálásban már nagyon régóta működnek számítógépvezérelt gépek, de hát egyre inkább ez veszi át az irány. Meg a tervezési folyamat az már sehol nem papír alapon zajlik, hanem mindenképpen digitális formában érkezik az információ. Ugyanakkor a diák számára is fontos, hogy minél többet lásson abból a szakmából, amit tanul, és valószínűleg ehhez is hozzásegíti a virtuális tér. Igen, és szerintem ennél talán még az is fontosabb, hogy megpróbáljuk megmutatni azt, hogy az elkövetkező néhány évben egy csomó olyan új szakma lesz, aminek most még a nevét sem tudjuk. Tehát, hogy arra, hogy lehet felkészülni, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, hogy talán inkább azokat a készségeinket kellene fejleszteni, hogy hogyan tudunk reagálni a változásra. Mik ezek a készségek? Ön miben látja ezeket a készségeket? Hát manapság talán ezeket ilyen soft skilleknek szokták nevezni. Azok az emberi, hogy is mondjam, tehát most ez a kompetencia és a készség, ez egy kicsit keveredik a magyar szóhasználatban. Tehát azt, hogy folyamatosan újra kell tanulnunk, ez szerintem, ezt most muszáj elfogadnunk. Vagy egyszerűen így kell élnünk. Az élethosszig tanulás most válik teljes mértékben valósággá. Igen, és valahogy meg kellene tudni különböztetni azt, hogy mikortól kell, hogy ez most divatos szó, elengedni valamit. Tehát
egy bizonyos szakmában, hogy mikor kell átállnunk arra az új technológiára, amivel már nem leszünk versenyhátrányban azokkal a versenytársainkkal, akik már ezt használják. Mikor ezt szokták tőlem kérdezni, akkor azt mondom, hogy ha elmegy a fogorvoshoz most valaki, akkor senki sem akarja a 30 évvel ezelőtti eszközöket ott látni. De ugyanez ez igaz az autószerelőre is. Az oktatásban pedig sokkal megengedőbbek vagyunk ezzel kapcsolatban. Tehát itt hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nagyon jó volt az, ami az én gyerekkoromban volt, holott ha belegondolunk abban, hogy 30 évvel ezelőtt, ha valaki megtanult valamit, akkor számíthatott arra, hogy egy ilyen 20-30 évig az a tudás az még érvényes lesz. Most meg kell szoknunk azt, hogy talán ha 5 évig érvényes az a tudás, akkor az már egy nagyon jó dolog. Az egyik. A másik, hogy ha valaki eljutott mondjuk az Egyesült Államokba és onnan hozott egy szakmai könyvet, akkor azzal ő itt nagyon sokáig egy nagyon kiváló szakember tudott lenni. Ez a könyv, ez most elérhető nagyon hamar akárki számára. Úgyhogy ezt a fajta információ kezelés és felhasználási tudást is meg kell tanulni. Azt gondolom, a nyitottság és a rugalmasság az, ami a legfontosabb, a kíváncsiság fenntartása, és ez az, amit a hagyományos oktatási módszer, valljuk be, némileg megöl a gyerekekben. Azzal a rengeteg lexikális tudással és számonkéréssel, amit most csinál. Mi az eddigi tapasztalat? Ugye 2 hónapja működik már ez az alkotóműhely. Mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket? Egyáltalán látják-e már, hogy mennyiféle területen tudják ezt, és mire használni? Tanuljuk, mert még ilyet nem nagyon csináltak. A versenyszférában megjelentek már ilyen típusú megoldások, de ugye Budapesten teljesen másképpen lehet működtetni bármit, mert ott mindig van 15 ember, aki éppen ott akar lenni. Ez vidéken sokkal több szervezést igényel. Mindenképpen nyitnunk kell a város lakossága felé, és ezt szeretnénk is megtenni, ugyanis itt ez nem csak egy ilyen alkotóműhely, hanem a világban található 3 ilyen alkotóműhely modellnek egyfajta sajátos keveréke vagy ötvözete, ugyanis a legutóbb volt egy Dániában tanuló volt diákon meglátogatni ezt a műhelyt, és azt mondta, hogy az ő Dánia Egyetemükön egy ilyen, csak ettől kisebb valami volt. Tehát simán ez egy dán egyetemen is megjelenhetne, mint tanulás támogató helyszín. Van erre ötlet, vagy valamilyen kidolgozott program, hogy ennek a használatát, alkalmazását hogyan tudják széles körben elterjeszteni? Törekszünk rá, és folyamatos a fejlesztés. A tagiskoláinkba élményalapú tanulói projekteket készítünk, ahol a pedagógusok bekapcsolódnak a tananyagfejlesztésbe, és mindenképpen ezeket a projekteket szeretnénk megnyitni a lakosság irányába, ahogy ez már elhangzott, és ezeknek a kidolgozása ez folyamatos. Természetesen folyamatosan tapasztalunk azzal, hogy újabb és újabb eseményeket viszünk a műhelybe, ilyenek például a témanapok, ahová cégeket hívunk meg, olyan cégeket, akik együttműködnek egyébként a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Így volt már gépész témanapunk, illetve volt egy NI-os témanapunk, és lesz egy könnyűipari témanapunk is a következő. Szerveznek-e kifejezetten az oktatók, a tanárok, a pedagógusok számára képzéseket mondjuk? Tervezzük ezeknek a szervezését. Kollégáink most vettek részt egy digitális közösségi alkotóműhely továbbképzésen. Nekik mindenképpen alkalmazni kell, megtanulni az itteni eszközöket és a módszereket, és ezt követően jelenleg meghívjuk a tagintézményeinkben tanító pedagógusokat, az általános iskola igazgatókat és pedagógusaikat, ismerjék meg a műhelyt, és ezt követően képzéseket is tervezünk szervezni. Látható-e már, hogy milyen hatása lehet egy ilyen alkotóműhely használatának? Szerintem dinamikusan fogunk fejlődni, és én azt gondolom, hogy magukat a képzéseinket sem a hagyományos módon kell szerveznünk, hanem azt is alkotóműhelyesen, alkotópedagógiai szemszögből kell megterveznünk. Akkor itt most párhuzamosan tanulnak a tanulók és a tanárok. Mindenki. És együtt, és a tanár szerep is megváltozik. Teljesen.
Zsigó Zsolt, Danis Csákné, Bakos Katalin. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt ma este.